amilyen korán van, annyira nem jó. De akármennyire is van korán, muszáj sietnem, becsengetésre oda kell érjek a suliba. De ne örüljenek a rossz akarók, nem tanulni megyek. A Moson-Magyaróvári Bolyai Technikum 9. A osztályába iratkozom be, egy diákdiri választás erejéig. A választási kampány során minden osztály, minden jelöltje bevonul valahogy. A miénk Hasselhoffként fog, és szerinted mivel? Előttünk V alakban motorosok fognak felvezetni, mellettünk testőrök vonulnak, szerintem parádés lesz. Ha ezek után nem mi gyerünk, akkor maximum kiaválunk, hogy bunda! De hát bunda volt, nem látta, mi folyik itt? Figyelj, milyen sor van! Hát mindenki befele jön Győrbe, derekek, ennyien akartok jönni dolgozni? Úristen, szinte én vagyok az egyedül, aki kifele megy a városból. Én nem gondoltam, hogy itt ilyen sor van, reggel 7 órakor. Jogos lehet a kérdés, hogy is jött létre ez az egész? Már jóval korábban megkeresett a 9 alsók tanára Ágnes, aki egy végtelenül kedvesen megfogalmazott, annyira barátságos és látszik rajta, hogy egy nagyon jó lelkű ember írta, tehát egy annyira kedves levélben kérdezte meg, hogy tisztelettel szabad-e ilyet kérdezni, hogy esetleg részt tudnák-e venni, egyszerűen nem tudtam nemet mondani. Egyrészt szerintem baromi jó buli lesz, másrészt ilyenben nem volt még részem, én is kíváncsi vagyok. Nekünk nem volt diákdíj választásunk, pláne nem autókkal, bár úgy lett volna, úgyhogy ha hozzá tudok esetleg járulni, hogy nyerjenek, hát az meg külön nagy szó. Elegánsak vagytok, nem tudtam, hogy ki lesz az. Testőrök, ja, ők lesznek a testőrök, király. Oké, szuper. Pörcsek is lesz Michael Knight. Most így ezekről eszembe jutott, hogy amikor én jártam középsuliba, nekem is volt egy-két olyan osztálytársam, akik ilyen cross motorokkal jöttek iskolába. És a drága osztályfőnököm Tóth Gábor tanár úr mindig azt mondta nekik, drága barátom, ide jöttök azokkal a szunyogcsődörökkel, eladjátok az iskolát. Most így visszatekintve tényleg hasonló a hangjuk. Először dugd be egyenesre, a lábadat, Júcska. Az, és már jó is vagy. Hát az? Na, mindentől kezdve jó? Mindenki napszemével van, basszus, nekem is napszemüveget kell vennem, várjál már. Na már mindenki menő, én meg nem vagyok. Testőröknek is szemüvege van, meg minden. Maradjál már így. Így jó, mindenki szemüveges faszán, jó? Jó. Néztem a YouTube videókat. Igen? Igen. Nagyon jó tettek. Tegnap szerintem egy 10-et végignéztem. Komolyan? Igen. Én nem hallottam semmit, tényleg. Csak tippelem, hogy a srácok felének még jogsia sincs. Integes, integes, te vagy a király. Első jelölt érkezésekor, de a legnagyobb meglepetést minden bizonnyal a 80-as évekből ismert Kit szerezte, melyben a 9. A Diri jelöltje foglalt helyet. A mai napig azon kapom magam, hogy a Knight Rider ritmusát dobolom a lábammal a padlólemezen. A csapat tanárnőjükkel együtt több mint egy hónapja dolgozott már a különleges bejövetelen. Karcub Ágnes tanárnő, aki az osztályfőnökünk, szólt Zsótinak, Zsoltinak, és ő meglepően válaszolt neki, és mondta, hogy szívesen eljön. És hát eljött. Hát nagyon atom ez az autó, nagyon örülünk neki, hogy itt van, és hogy ezzel be tudtunk vonulni, és hát köszönjük neki. Te tetszett az ötlet, hogy ilyen még soha nem volt. Hát én azonnal mondtam, hogy persze, csináljuk, gyerünk, mikor lesz, hogyan, mikor kell jönni, mi a program, mert én is kíváncsi voltam, mert hogy mi lesz ebből.
erről ennyit, diákdiri választás kipipálva, ez is megvolt, ilyen is voltunk. A srácok nagyon jó fejek voltak, érdeklődött mindenki, megnézték a motorteret. A tanítónő Ágnes, egy cukibogár, nagyon szépen köszönöm az ajándékot, amit kaptam, mutatom, ha hazaértem, nagyon menő. Most megvárom egy barátomat, aki itt lakik Óváron, elmegyünk reggelizni, aztán tűz haza. Arra kanyarodni nem lehet, csak jobb. Azt tudom. Ne vigyél bele szabálytalanságba! Szélesebb a gumija, mint nekem! Joggal kérdeznéd, mit hozott a júniusi iskolai Mikulás? Lássuk. Először is egy reklámplakát, miszerint szavazz Pityu Hasselhoffra. Egy ital, két ital. Kávé ital. Köszönöm, szeretem. De a lényeg most jön. Nem tudom, innen látszik-e. Egy pulcsi. Milyen lenne más, mint Knight Rider-es? És szerintem úgy illik, hogy ha ajándékba kapunk valamit, akkor azt próbáljuk fel. Na? Szerintem baromi jó. Méret stimmel. Minden oké. Nagyon szépen köszönöm. Vettem egy új autót. Így jövő héten sorozat kezdődik. Nem voltam benne biztos, hogy akarok-e mozit csinálni, de annyi minden érdekes dolog van vele. Lemerült a lámpa. Annyi minden érdekes dolog van vele, körülötte, hát ha szórakoztató lehet, úgyhogy jövő hét szombaton elkezdem, plusz indul a Vaterán a rendszámárveré. Ezért, ahogy lengyel barátaink mondják, ha jól beszélnek angolul, see you next week!